De azért jönnek a kommentek, hogy jaj, de buta vagy, ezt így kell csinálni, úgy kell csinálni. Ez egy végigjátszás, megmutatom, hogy mit, hogyan kell csinálni. Tehát biztos, hogy meg fogom tudni csinálni, úgyhogy kussoljál, bazd meg! Nem logikus, hogy végigjátszás, akkor meg fogom csinálni? Hogy szakadt az le? Annyira tetszik, hogy ideges volt egy közül, hogy tök más, egy tök elkezdett röldi közben. Nem ideges vagyok, csak próbálom nyomatékosítani azt, hogy kussoljanak azok, akik okoskodni akarnak. Érted? Tehát, csak hülyék lesznek. Tehát már végig van játszva az a kikúrt játék, minden küldetést, amit kellett, megcsináltam, tehát meg tudtam csinálni, úgyhogy nem kérek a szájba kurt segítségekből, köszönöm szépen! De még így se fogják megérteni, mert jó, nem láttam azt a részt, amiben mondtad, de fogyatékos vagyok, mindkívülje. Mindegyikbe el kell mondani. Már egyszer elmondtuk, hogy... Már egyszer elmondtuk, hogy ne oktassanak ki, úgyhogy nem tudjuk, hogy megint kell-e majd amikor felvesszük utólag azt a részt, aminek ugye elveszett a hangfelvétele, majd akkor is elmondom, és ez még kicsit korábban lesz, mint ezek. Szóval ott is elmondjuk, hogy nem kell segíteni, mivel végigjátsz, és rá fogok jönni magamtól is. Vagyok olyan nagy kisfiú, hogy rájöjjek, hogy mi a lófaszt kell csinálni. Lehet, hogy bénázok egy kicsit, de legalább vicces lesz. Nem kell rögtön pofád, jaj, de béna vagy, ezt így kell csinálni, úgy kell csinálni. Fogd be a szájba kurt pofádat! És akkor csodálkoznak, hogy jaj, most mit kell itt ugrani, tökre normálisan írtam a kommentemet, már rögtön leszólsz ezért. Azért szólok le, mert kibaszott faszkalap, hogy ne szóljál bele, hogy mi a lófaszt csinálok. Remélem elég értető voltam, hogyha nem, akkor ne tudjátok meg, hogy mit fogok nektek válaszolni, de minimum feldarabollak titeket. Ezt az egész szöveget be kéne vágni minden videó elé, akkor talán néhány ember megér. Vagy lehet ilyen izét csinálni, nem? Hogy elindul a videó, és akkor így lepauzálja. Ilyen kiírás. Hát a kiírás nem olvassák el, leszarják! Megvárják, amíg lejár az a kurva idő. Vagy beletekernek, hogy eltűnjön. Majd ezt klippeled, és ez lesz az intród. Nem tudnak olvasni. Vagy tudnak olvasni, csak nem fogják fel, hogy mit olvasnak. Ahogy tudnak olvasni, csak a rohadt kurva anyját bassz a teherbe az összes. És akkor csodálkozik mindenki, hogy jaj, de hát tökre szépen mondtam meg, most mit kell rögtön felkapni a vizet? Nem azzal van a baj, hogy hogyan mondtad, hanem hogy mit mondtál, baszd meg. Legtöbb esetben nem azzal van baj, ahogy mondtad, de legtöbbször azzal is baj van. Tehát, hogy ez a... faszkalap. Mi volt a múltkor, amit írtak, hogy volt valami ilyen... Hogy elég lett volna átbászni a kaput, nem kellett volna beugrani. Nem csak ilyenek, volt valami olyasmi, amit egyáltalán nem is tudott írni, és úgy okoskodott. Nem emlékszem már, mi volt. Hát ezzel nem szűkítetted nagyon a kommentelőid köré. Meg az a tipikus írok három kommentet egy percen belül. Miért nem lehet azt a három mondatot egy kommentbe írni? Vagy csak meghalni a gett. Hoppá! Mi a fasz? Mi csinálsz? Még ha oda baszott volna. Franklin, what are you doing? Szóval... azt annyira imádom, amikor már látta az e-mailjeim között, hogy érkezett 4 vagy 5 darab komment ugyanattól, ugyanarra a kurva videóra. Akkor már tudod, hogy fogyatékos. Egy percen belül, és akkor az van, hogy ír valamit, akkor abban kijavít valamit, utána a második kommentben, aztán a harmadik kommentben. Ja, még ezt akartam kérdezni, hogy... Ja, meg még az... Ja, most már látom, bocs. És akkor 5-6-ban megírja, hogy ja, elnézést a kommentért. És 7-ben kijavítja, mert még ezt a mondatot. Ne haragudj, hogy elnézést kérte. Még az is előfordulhat egyébként. Hú, milyen ferde ez az alagú. Jaj, de rossz nézni. Szóval, fú, szörnyűséges. Olyan rossz dolog, amikor valakinek rossz napja van és megnézi út a kommentjeit, még rosszabb lesz, mikor mehet. Tehát, hogy biztos vannak sokan... Nem, de hogyha... Igen? Sokan vannak úgy, akik ugye valamennyire nagy becsben tartják a kommentelőiket, illetve mindenkinek kedvesen válaszolnak. Hát, én nem fogom azért erőltetni magamat, hogy egy teljesen kivehetetlen, olvashatatlan szarra válaszoljak, meg még ahhoz jó pofát vágjak. Nem, bazd meg, tanulj meg írni, és ne írjál hülyeségeket, akkor válaszolok. Ennyi. Itt egy kutyus. Okay. Meg lehet dugni. Persze, meg lehet kutya. Tagi. Ez a kutya. Mi érti a kutyát? Mi a fasz? Mi van? Mi ketten állatok?
Nem, az egyik az felsőbbrendű állat. A kutya. Hát, hát nem is az a izé, ami van. Csimpifon. Ez hogy érti meg a kutyát? Én nem tudom. Megértette a kutyát, azt mondta, hogy, hogy a fára szorult egy ember. Vagy valami ilyesmi. Milyen drogokat tol ez a karakter? Kutyákkal beszélni. Tudom, mire hogy a kutya is így bukfencezne és felborul. Na, de nem lehet, mert most csak benyomom a B-t és nem üt, hanem fókuszál. Áj, de kár. Sajnos, nem tudok most elzúgni. Milyen jó lenne lefejelni a kutyát? Mi miért bárhogy küldetés? Jöttem volna motorral, bassza meg. Gyűjtem. Hallottuk. Ja, itt van. Mi fasz? What are you doing, man? You might give me a hand here? That's a cool ass dog you got, homie. What dog? That dog that saved your ass, man. Dude, I have no idea what you're talking about right now. What the fuck? Beképzelte a kutyát? Mi a fasz? Mondtam, hogy drogokat tol ez a karakter. Most leszúrod és levezet a pénzét. Mi? Most pedig leszúrod. És ellopom a pénztárcáját. Igen, ezt voltam, csak akkor nem hall, nem hallottad. Az előbb még piros volt a táskája. Az előbb piros volt a táskája, most meg fekete. Lopott egy másik. Már kettő táskája volt, és az egyiket már ellopott. Ja, vagy most, amíg nem figyeltem, oda levette az ejtőernyős táskáját, vagy mi? Vagy lehet, hogy volt egy táskája, amiben egy másik színű táska volt. Lehet. Vagy azt is beképzelte a ninja. És megint piros. Igen. Rá nem tudsz ráugrani. Rád esik a helikopter és meghalsz. Az is felbukfentezik. Nem lehet véres. Ó, de kár. Hoppá. Még ma bejutsz abba a helikopternek. Kös. Jó. Feri, ne legyél egy gyilkos. Igen. Mi? Miért nem? Hát, menj szavarba azt, meg az... De engem nem. Jó, de engem igen. Vagy nem. Nyugassám, ezt fölgyújtalak. Ki lehet hagyni ezt az utazást, és én kihagyom? Lehet, hogy támogatom az ötletet. Nem itt a sokat számítana. Mire fasznak én zsigatni. Kiugrottál a semmibe? Az űrben vagy? Uh-huh. És most fölfelé repülsz? Uh-huh. Ez gyönyörű volt. Jó volt. De jobban bírtam volna, hogyha így becsapódta volna, kinyitott a ejtőernyő nélkül. Igen. Így mondjuk. De... Ah, van lámpája, bicajnak tök jó. Anyád. Ez jó van. Várjak rá. Nem várok rá. Ne vagyom be. Most meg versenyeznem kell vele, és még várjak rá. Hülye vagy? Versenyzem valaki, és akkor hely, az elemfed lemarad. Bassza meg azért, ez elég durva, anyád! Júj!
Ez nem semmi. Új, és még szaggatt egy kicsit, és ez zavar. Biztos ezért, mert fekete vagy. Nem tudsz biciklizni. Rágatom a böngészet, és akkor jobban fog majd neked akadni. Mást rángassál inkább, minket hagyjál békén. Másnak rángassad. Ja, például anyádnak. De ő nem szereti. Jaj. Ez elég veszélyes ez a küldetés. Lazán lehetok itt zúgni, és meghalni. Mert az épület tetején lévő nem volt veszélyes. Mindenhol lehet mit szabúj. Mindenhol meghalni. De bazd meg, menjél már! Faszom. Miért állt meg azt ugye? Mert véletlenül a féket nyomtam. Látott a bokorban egy plazmatérő. Véletlenül a féket nyomtam a... fék helyet. Az ugrás gomb helyett. Miért akartál ugrani? Nem ugrani akartam, hanem így lehajolni, hogy gyorsabban menjek. Lejtőn. És az, mert az ugrás gombot akartad menni. De ugyanaz a gomb, mert így lehajolok. Jó, tudom, csak kérdezek, hogy hátra megzavarod, és lehet. Nem. Nem zavarodok meg, mert fogyatékos vagy. Jó. Mert te nem. Én annyira nem, mint Feri. Jó, mondjuk ez is igaz. De annyira senki sem. Oh. Hú, mekkora csalás volt, hogy levágtam. Kus. Nem bírok annyira tekerni, mint ez a csávó. Be van is scriptel, vagy előttem menjen. De van scriptel. Akkor meg ez nem is rendes verseny. Hát nem, ez egy csalás verseny. Kurva anyját a csávónak. Muszáj bevárni az őt, és utána meg előtted marad, akkor így jön. Gránátot tudnék dobni viszont. Dobjál egyet, könnyedben, annyira jó lenni. Vagy négyes. Júj! Dobjál egyet, hogy több. Az a baj, csak így eldobni tudom. Ja, hát ez így nem érkezik. Hát, hogy na, elejteni. Amikor mögötted van, de hát nem, nincs már. Ja, hát de nincsen, igen, Mario Kartozni lehetne így végül is gránáttal. Lőj tarkon pisztolyát. Hagyok neki egy gránátot, és akkor ő meg belemegy. És meghal. Meghalol. Ah, itt le tudom vágni. Ez az. Ott a cél! Ázaz, megértem. Há, szar vagy. Fél pályát leváltad, de az nem nyertek. Nagy nehezen. Whatever, bro. I know this bike. Mi lehet az övé gyorsabb? Kurva anyját. Rossz bringát választottam. Mit neveztettem? Lehet azért volt a tier lassabb, mert amúgy végig nem volt első kereke. És akkor kibasz itt sivatag közepén. Vagyis nem sivatag, hanem ugye a falu közepén. Vagy mi az ilyen... Jungle. Hát ilyen... A vidék közepén. Ja, kurva messze mindentől csodálatos. Ó, hogy basznád szájba. Ez mekkora geci küldetés rohadt életbe. Akkor váltok Trevorra. Itt én megtalálod valahol a tenger közepén. Egy gumi víz matracon. Alatt megtalálom. Ja, egy gumimatracon. Ez meg majd hazajön valahol. Itt van a kis repülőterén. Mikor nem tud meghalni a másik karakter, amikor átváltasz, akkor ezt csak kiszáll zamegyünk. Nem. Mekkora lenne már egy kiírnáj közben már megdöbbi. Random elősz egy kocsit és benne van a Franklin. Ja igen, és összeverekednek, hogy ki a nagyobb alfahím. Figyeld, most kiszállok a kocsiból, hogy aztán beszálljak. Mondom, kiszállok a kocsiból, azért beszálljak. Nem. nem szállt. De, ez az oké. Na. Csodálatos. Nem figyeltek oda erre eléggé. Nézzük nem voltak, hogy valaki ilyen fasságokat csinál. Nem hülye biztos. Kratoszt. Kratosz. Látogassuk meg Kratoszt. Szölt. Hát ott nem tudtam felmenni. Tényleg? Igen. Mondom, nem. Júj, ez egy árok. Na most már fel tudok jönni. Feljöttem, mint a talajvíz. Igen, nem, bold meg! Igen, nem, ott egy tehén. Dugd meg! Dugjam meg? Van tehén a... Igen, a farkad, de... Verd meg, ugodj neki! Ah, ugodj neki! Hello, tényleg, tehén. Van tehén, jaj, de jó, de imádom ezt el. Erőszak van el. Ez itt a tehén... Soha! És agyon tapos. Várja a seggébe.
Soha! Oh, opa! Feldugom a fejem a seggébe. Szegény tehén. Nem lehet elkötni. Ez megkapcsoljuk. Képzeld el, hogy Trevor megérkezik. Képzeld el, hogy Trevor megérkezik a városba egy tehén. Várj, van nálam sokkoló szerintem. Ah, ez az, sokkolom a tehén. A tehént. Na gyere. Cic. Mumu, gyere. Ezt figyeld. Pupáján van. Szem előtt. Tudod, most meg lehet el... Ja. Kár, hogy nem remeg így a földön. Júj! Gyere vissza! Gyere vissza! Elszalad. Gyere vissza! És elbassza egy kamion. Picsába, gyere már ide! Gyere ide. Még el is kell gázolni, meg mindenfélt kell csinálni vele. Kurva anyját, hova megy ez? Az meg. Lesz, jó, hagyjuk. Haladom. Á, de olyan szép volt pedig. Meg kell tudom a verni. Tesz meg bőven. Hoppá! Megúhatom. Menjek traktorra? Igen. Traktorvel. Szerintem ott az a vontató volt, azzal nem lehet másik vontatót vontatni. Vontatóval? Ja. Lehet szerintem, de még nem próbáltuk ki, mert nem találtam második vontatót. Hoppá. Hát pedig akartuk. Nem? De. Akartuk, igen, csak nem találtam sehol se. Tehát akkor a vonatot gyártani. Most tök jó vontató vonat. Hol is megyek? Na jó, inkább nem megyek traktorra, mert ez egy kicsit lassú lesz. Ez is tette van. Valami jobb jármű kellene. Tehén az jó lett volna. Mondjuk ez itt. Elvitt arról a feltuning. Feltuningolni? Hát el. Rakok rá új felniket. Új festés. Kifestem rózsaszínre. Csináltatok már pink autót amúgy? Még nem. Hoppá. Úgykor azt hittem, hogy az lesz, és csalódtam. Ajtó már nincs, akkor még gyorsabban ki tudok szállni. Oh, ott egy tehén! Oly, gázol be! Padlunk! Az a kúra! Oh. És még fénylik a véres guminyom, annyira durván néz ki. Hoppá! Hogy ugrat? Ezt figyeld! Ah! Ez az... Ah! Fürödj a vérébe! Meg fürdesz a beleiben. Ah, szép. Itt tudod, hogy ha halott elnet, akkor az sok volt. Aha. Hát, ha fel kell. Egyek ott föltámasztani. Újra élesztettem, te gyökér. Hát, de nem éled föl. Hoppá. Nem próbálom betölni a hátsó szélvédőt. Á, sikerült. Jobban szellőzön az autó. Meg az elősőt is be kellene, hogy... Hogy Trevor is jobban szellőzön. Igen. Hát ezt max berúgom akkor. Mondom, berúgom. Basz meg. Akkor nekiugrok valahogy. Hát mindegy, akkor menjünk. Lekútor a tükrödben. Majd megmutatom neked, Feri, a kedvenc boltomat itt a Putriban, ahova érdekes módon szoktam megérkezni. De most egyelőre mellékküldetéseket csinálok akkor. És majd később kezdek azokba bele. Itt átvágok. Jó. Én vagyok Lord megye hazárdja. Soha! Scooby, van egy rossz érzésem. Jaj, ezt a szart ne. Scooby. Ne, fordítjuk le. Ne, most hallott meg. Ah, motor. Hoppá.
Toljál! Na, nem fog tolni engem. Kurva anyját. Ah, lassú az a kocsi. Ah, ott egy állat. Ah, el fog menekülni, kurva anyját. Milyen állapok is vannak? Olyan kéne, ami nem menekül el, mert hülye. Hoppá. Ne! Oké. Okay. Oh, van utánfutója! Ez kell. Oh. Zsír! Van egy utánfutós autóm. Yeah. Ezzel lehet driftelni. Van nem az ajtó, Trevor. Na, úgy. Úgy driftel, hogy az utánfutóval gázolj el valamit el. Annyira vicces látvány van neki időnben. Ez tök jó, hogy vannak benne állatok. Nem tudom, hogy gyereken kívül. Jó. Jó. Ez fél. Ah! Kis faroltam tőle. Áj, nem sikerült. Letakarítja a sávokat. Ah, ez az, elbasztam vele valakit. Csak nem egy állatot, hanem egy embert szerintem. Igen, ez. Nézzük csak. Áh, nem halt majd, kicsába. Franz. Ott a tehervonat, amit sajnos nem lehet vezetni. Ez nagyon szomorú dolog. Ó, Franz, igen. Pedig... Hát pedig jó lenni. Ja. A kerítést ezt kibaszhatom. Úgy. Aha, levittem azt a rácsot. Ugratok a... utánfutóval! Ah, nem jött össze. Aha, ez az. Na, neked adom, cső. Hagyod azt megrohadni, lesz az. Ja, baszta érdekel. Ott egy kurva gyors motor. Ajándék. El kell, hogy kapjam azt a motort. Legalább sem motorost így elgázolni, vagy valami ilyesmi, mert engem zavar, hogy ilyen gyorsan... Ah, oh, elesett! Nem? Nem esett el? Nem esett el. Majd most mindjárt elfog. Csak, hogy érjem utol. Kurva gyorsan megy. Áááá, nem bírom utol érni. De... Pláne nem is félem. Mit akarsz? Mit akarsz? Még ne... Te jössz nekem? És még... Rohadjál meg. Fáj a pocakod? Jaj, mindjárt megsajnálok téged. Ó, elnézett a pénzed, meghalt zsír. 11 dodó. Halálra ölted. Ja. Halálra. Hoppá. Ez az én autóm. Most már. Megjelöltem a... Ja, nem. Még nem lett véres vére, meg kell, hogy jelöljem a vérem, mert utána ellophatom. Vérszerződéses. A dísztárcs, vagy mi a felén nem látszódik rohadt életben, várjál. Akkor a motorháztetőn. Úgy. De megint nem látszik, mi a fasz? Most miért nem látszódik rajta a vérem pedig? Mert fröccsent. De meg kell, hogy neki ugrasz egy autónak, és így ömlik belőled a mi. Ja, de meg se látszódik most a kocsin valamiért. Lehet, hogy vannak olyan kocsik, amik egyszerűen néha nem sérülnek, meg nem is koszosodnak, meg semmi, mert... Emlékszem, volt az a Banshee, amit csomószor megkarcoltam, legalábbis nekem úgy tűnt, és nem, na most végre véresett. Ez ilyen vérlepergető. És, igen, és nem lett egyszerűen sehol sem megkarcolva. Pedig végighúztam egy csomó helyen. Kletus az egy ilyen... érdekes figura. Hoppá. Hopsz. Szóval a Kletus egy, legalább jobb lesz a motorhűtése. Egy érdekes figura. Egy ilyen redneck vadász. Mármint, hogy ő redneck, és vadász is. De nem redneckekre vadász. Ja. Na, itt vagyok.
Jöttem. És nem megérkeztél. Ez milyen menő jármű, figyeld. Ne bassz fel! Mi ez? Ennyi volt? Nem az, ráadásul Cletus lőtt le engem, aki adja a küldetést. Jól van, bazd meg. Akkor a kurva anyádat igazából nem vállalom el a szarházi küldetésedet, hogy dögöljél meg, te utolsó mocsok, rohadt redneck gyökér. Bazd meg. De bazd meg igazából, kurvára. Jó? Nem kicsit, hanem nagyon. Valami nem tetszett neki, és így megy. Hát te kurva anyját, most azért, mert én sokkolok néhány embert, most mi a... ki a fasz tényleg? Lehet, hogy az apjai voltak. Mi? Lehet, hogy az apjai voltak. Ja. Legalább az egyik az apja volt. Hanem kettő. Loading. Édes drága loadingom, de meddig tölt ez? Ugye most nem lo... Aj, tudtam, a kurva anyám. Megint a Nigger töltötted be? Igen. Mit keres itt, Trevor? Mi van rajta? Mi? Ne bassz fel, női ruha van rajta. Én nem akarom tudni, hogy mit csinálj. Basz meg. Mi a... És hol vagyok? 8000 kilométerre a küldetésektől. Azok történetett, amíg nem néztük. Na jó van. Én azt hiszem, hogy... Ezt így nem tudom elviselni. Úgyhogy... Úgyhogy... Nem maga. Hahahaha. Csodálatosan nézett ki. Tudom. Ez fasz történt vele. Igen. Azt kellett volna, hogy zuhanás közben átváltok Franklinre. Vagyis nem Franklinre, Michaelre, hogy jobb lett volna. Na mindegy. És akkor mi van, akkor is kiírja, hogy meghalt vagy? Nem tudom. Csak ki akartam próbálni, de mindegy most már. Ez jó, tehát ezt majd ki kell próbálni valami. Majd egyszer, igen. Csak hát ugye nem tudná a játék, hogy most meg fog halni, szóval, ja. Mindegy. És realtime sámol mindenkit, mindent ki, hogyha nem. És most megint várom. Legalább normális ruha volt rajta. Hát, ja. Beszállították így a kórházba. Női ruhában. Tiszta véresen. Egy ember női ruhában. Egy hegyről, érted? Egy hegyről. Egy hegyről leugrik egy férfi női ruhában, és így mit gondolhat? Hát meg kihívta a mentőket? Érted, a semmi közepén. Lehet, hogy ő maga. Én? Ezt a hívás befutató, nem is hiszik el, hogy ilyen létezik. Rád basszák a telefont, hogy jót ott ki a fúra. Szerintem ezért Raort ismerik az egész városból, és akkor így... Ezért mondják, hogy... Vagy mondja a telefonba, hogy találtam egy csávót a hegyen női ruhába, és le akarják baszni a telefont, azt mondod, hogy Trevor az, akkor mondják, hogy ja, vagy már értem. Én nem ezzel. Mióta van ez a kocsi a Michaelnek? Ez egy fos. 15 perc. Mert régen az Audi Volkswagen-szerű volt, most meg nem. Mi 15 perc? Hát azóta van ez a kocsija. Ja. Találtam. Olyan sokáig meg lenne neki. De nem, mert egyszer ez az autó volt a saját háza előtt is. Ja. Ez nem az a Mandály? Nem, neki egy kabriója van. Hát akkor a kurva anyját. Hey, look! What have you done? What have you done? Where is she? She's safe. Look, I'm gonna find a way to make this right. That will take some doing.